Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Először is megnézzük, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt a madarak jelentik a levegő elemét, a könnyűséget, a mozgást, és szimbolizálják a kommunikációt. Itt megvan nála ez a büszke tartás, és a háttérben a lilium virág jelenti a tisztaságot, tiszta gondolatokat, tiszta érzelmeket, vagy ő beszélni akar veled, hiszen valamit szeretne tisztázni, amit a lilium virág még szimbolizálhat, ez a szexuális téma. Lehet, hogy eddig nem merte kimondani, hogy van ilyen közeledés vagy elképzelés, de most beszél ilyen intim dolgokról is. Hogyan érzi magát? Nem túl jól, hiszen itt megjelenik a ravasz róka, és jelenthet negatív érzelmeket, félelmeket, bizonytalanságokat. Tervezi, hogy valamit tisztáz veled, vagy beszél szexuális témákról, de megvannak a félelmek, hogy esetleg te elutasítod őt. Emiatt fogva érzi magát a toronyban. Ez olyan, mint egy labirintus, akkor keres egy kiutat, keres egy megoldást. Amit a képek még jelenthetnek, egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy, ahol itt a háttérben megjelenik ez a hamisság, és emiatt ő rossz kedvű vagy dühös, hiszen kihat az érzelmeire. Mit fog tenni? Ha te egy hölgy vagy, akkor te állsz itt a középpontban. Az is lehet, hogy vár arra, hogy te hozz döntéseket. És itt a hajó jelenti a reményt, reménykedik abban, hogy tudtok beszélni, valamit tisztázni egymással, amit itt a hajó még jelenthet, egy külföldi kapcsolat vagy egy utazás. Vagy azt jelentik a képek, hogy ő külföldön él, és szeretne meglátogatni téged, vagy lesz egy meghívás, és azt szeretné, hogy te látogasd meg őt. Persze jelenthet egy közös utat, vagy egy közös életutat is. Amit a hajó még szimbolizál, az a belső út, egy lelki kapcsolat kettőtök között, és ő ezzel tisztában van, hiszen ilyen érzelmekkel, gondolatokkal közeledik hozzád. Mi fűz össze benneteket? A kereszt. Szintén egy lelki kapcsolatra utal, hiszen ez a találkozás nem volt véletlen, amikor a sors utatok kereszteződött. És újra kereszteződni fog, lesz egy találkozás. A kereszt jelenti a hitet is, hinni ebben a párkapcsolatban, vagy jelentheti a döntéseket, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba lesznek változások. És itt a ravasz róka és ez a torony jelentheti azt is, hogy ő a múltban megbántott téged, emiatt fogva érzi magát a toronyban,
és döntéseket hoz, beszélni akar veled, tisztázni ezeket a dolgokat, ami a múltban történt. És ez volt a három kérdőjeles jóslás, és ezúttal kívánok nektek boldog, kellemes karácsonyi ünnepeket. Nagyon sok szeretettel, Dendera!